97-szer lépett pályára a magyar válogatottban, nemzeti színekben 26 gólt szerzett. Gera Zoltán nevét még az is ismeri, aki nem futballrajongó. Az egykori focista mától a Kecskeméti TE vezetőedzője. Célja, hogy kisegítse a csapatot a negatív hullámból, amelybe az elmúlt időszakban került. Az elmúlt időszakban valami megtört, és hát ennek következtében azért a játékosoknak az önbizalma is nyilván megcsappan. Ilyenkor sokkal nehezebb, mint amikor az ember jó állapotban van, vagy a játékosok, akkor sokkal többet kell tenni. Úgyhogy nyilván nagyon gyorsan, pár nap alatt csodát nem lehet tenni. Nyilván a legfontosabb az, hogy most a játékosokat kizökkítsük ebből az állapotból, főleg lelkileg, és olyan önbizalmat tudjunk nekik adni, vagy pedig olyan segítséget, amely által egy picit lekerül róluk a teher. Gera edzői pályafutását a Ferencváros kötelékében kezdte el felépíteni, majd a Magyar Labdarúgó Szövetséghez került. 2019-től az U21-es válogatott munkáját irányította. Többször járt Kecskeméten, így ismeri a csapatvezetőket és a játékosokat is. Többekkel dolgozott is együtt az U21-ben, ezért is vállalta a posztot. Most vezetésével, gőzerővel készülnek a hétvégi meccsre. Puskás Akadémia ellen fogok játszani, egy jó csapat ellen, tapasztalt edzővel, aki már évek óta irányítja a Puskást. Egyénileg jó játékosok alkotják őket, de nyilván a legfontosabb az, hogy mi hogy fogunk felkészülni. Nehéz mérkőzés lesz, nincs könnyű mérkőzés az NB1-be, de bízunk abba, hogy hazai pályán a szurkolóknak a segítségével, támogatásával jó eredményt fogunk elérni. A Kecskeméti TL vasárnap 1 órakor lép pályára a Puskás Akadémia ellen, a Széktói stadionban.